Hit által rejtegették Mózes születése után 3 hónapig szülei, mert látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Hit által tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó lánya fiának mondják, mert inkább választotta az Isten népével együtt a sanyargatást, mint a bűn idei óráig való gyönyörűségét, mivel nagyobb gazdagságnak tartotta Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazása tekintett. Hit által hagyta el Egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlant. Imádkozzunk! Istenünk, köszönjük neked, hogy te beszélsz velünk. Köszönjük, hogy lelked által hajlandó vagy belénk költözni. Részt válasz a mi emberi sorsunkból. Köszönjük neked, hogy minden erőt megadsz nekünk ahhoz, hogy ezt végigfussuk, méghozzá győzelmesen. Segíts megragadnunk ezt a kiváló lehetőséget. Amen. Amen. Kedves gyülekezet, ma délután a hitről szeretnék beszélni. A téma nagy és jelentőségteljes, ki nem tudom majd meríteni, de elmondok néhány dolgot vele kapcsolatban, amit én megértettem, illetve ez alapján, az ige alapján. Mire gondolsz akkor, amikor a hitről beszélünk? Amikor a hit szót meghallod, beszélgetés keretében felmerül ez a téma, akkor mi jut eszedbe róla? Vajon a mérete, a mértéke? Vagy az jut eszedbe, hogy csodák tudnak történni a hit nyomán? Esetleg hallottál történeteket ezzel kapcsolatban? Vagy egy érzés, amit vársz, amit úgy gondolsz, hogy érezni kell, amikor valaki hisz? Vagy amikor hitről szólunk, akkor úgy gondolod, az egyfajta bátorság? Nem mindegy, hogy mit gondolunk a hitről. Engem például nagyon sokáig visszatartott a megtéréstől az, hogy én mindig egy érzést vártam. Nagyon sokáig. Már ott toporogtam a megtérés kapujában, utólag már tudom, hogy közel voltam. De még megnyúlt ez a vívódási időszak, mert valami olyat vártam, amit én képzeltem el róla. És az nagyon bonyolult volt, amit én elképzeltem róla. És olyan volt, amelyről azt gondoltam, hogy soha az életben nem fogom tudni meglépni. Nem is voltam távol az igazságtól, hiszen valóban az Isten ereje kell ahhoz, hogy az ember megragadja. De mikor ez megtörtént, hirtelen úgy leegyszerűsödött minden, és rájöttem, hogy a hit az gyakorlatilag nem egy aktív tett, hanem értsétek jól, egy elfogadás, egy passzív elfogadás. A hit az Isten befogadása, az ő erejének az elfogadása, és annak az engedése, hogy ő cselekedjen. Óriási felszabadulás és öröm volt, amikor ezt megtapasztaltam a megtérésem pillanatában. Hit ébredt a szívemben. Tehát amikor hitről szólunk, akkor nagyon sok minden felmerülhet bennünk, én már egy kicsit előre is szaladtam ezzel a személyes bizonyságtételrel. Sok mindent gondolhatunk róla, és tehát nem mindegy, hogy mit, mert következményei lehetnek, hogyha nem jól gondolkodunk róla. Tehát például, hogyha valaki azt gondolja, hogy amikor hitről beszélünk, akkor ott hőskölteményekről van szó. Itt a Zsidókhoz írt levél 11. fejezete felsorolja a hit hősöket. Hol vagyunk mi a hősöktől? És ez juthat eszünkbe. Hát kik vagyunk mi? Senkik. Hol vagyunk mi hozzájuk képest? És akkor legyintünk is. Vagy a másik, hogy egyenesen elkezdjük tagadni. Hát hogyha a csodákra gondolunk, milyen nagy dolgok történtek, bizonyára ennek a kora már lejárt. Bizonyára nincsenek ma már csodák. Bizonyára ma már Isten nem akar cselekedni. Nem úgy, mint akkor. Még rosszabb esetben azt mondhatja az ember, hogy akkor sem cselekedett, ez csak úgy emberek írták a Bibliát. Ezek a legrosszabb esetek. Vajon tehát mi a hit? Ez az egyik kérdés. És ha van hit, akkor mekkora hitet vár el Isten tőled? Milyen mértékűnek kell lenni ennek a hitnek, hogy elfogadjon téged? És hogy mikor, hogyan juthatunk el erre a hitre. Először is rögtön feloldozásként szeretném mondani, hogy a hit az Isten részéről nem egy elvárás, hanem a hit
az az Isten által felkínált lehetőség az életed megoldása érdekében. Tekintsük át, ha még nyitva van előttünk a Biblia, és gondolom jó részt olyanok ülünk itt, akik nagyjából ismerjük a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetét, de ha nem is így van, nézzük meg, sok-sok történet van ott felsorolva, történetre való utalások. Bibliai hősöket emel ki a Zsidókhoz írt levél írója, és végigmegy Ábrahám, Izsák, Mózes, hogy milyen hatalmas tetteket hajtottak végre az Isten ügye érdekében, az Isten felszólítására, és mindezt refrénszerűen visszatér ez a szófordulat hit által. Hit által történt az, hogy Mózest rejtegették a szülei a fáraó parancsa ellenére. A fáraó, aki egy birodalomnak volt a feje, mindenható volt az emberek között, kiadott egy rendeletet, gyakorlatilag Mózes szülei az életükkel játszottak, hogy bújtatták ezt a gyermeket. Mert kiadta a rendeletet a fáraó, hogy minden zsidó fiú gyermeket meg kell ölni. Az életüket tették kockára, hit által tették ezt. A következő eset, ott van Mózes, szintén egy hithősről van szó, aki a fáraó udvarában nevelkedett, de egy ponton lemondott arról a lehetőségről, hogy ő tovább élvezze ezeket a javakat. Sőt, inkább választotta az együtt nyomorgást, a pusztai vándorlást, és annak minden kihívását, fáradtságát, vesződtségét, és ismerjük a pusztai vándorlás történetét, hogy mennyi gond volt a nép vezetésével. Mindezt vállalta, mert a nem láthatókra tekintett előre. Miért? Hit által. Itt vannak ezek a hithősök, testvérek, és ahogy olvassuk, gondolhatunk arra, hogy valóban hol vagyunk ezekhez az emberekhez képest. De én nem ezt látom ebben a felsorolásban, hanem azt látom, hogy itt emberek sora vonul végig a történelmen, akiket azért tudott használni Isten, mert hitáltal belekapaszkodtak gyengeségük ellenére. Ezek hithősök ugyan, de nem abban az értelemben, hogy hithősként ugrottak ki anyjuk méhéből, és győzelmesen így harcolták végig az életet, hanem ugyanolyan emberek voltak, mint mi, mint te, bármelyikünk. Ezt Jakab nagyon ki is hangsúlyozza, hogy mikor a Bibliát olvassuk és hithősökről olvasunk, ne azt gondoljuk, hogy ők egy másik szférában jártak, éltek. Biztos nekik könnyebb volt, nekik ez volt az egyetlen választási lehetőségük, nekik nem is voltak kísértéseik, ha voltak, akkor biztos nem volt olyan nehéz, mint az enyém, vagy nekik könnyebb volt dönteni az óemberük ellen, az Isten mellett, bezzeg nekem. Nekem ott van a család, akik folyton nyöztetnek, esetleg bántanak a hitem miatt, vagy pedig nem tetszik a gyülekezeti élet, de jobb volna másik gyülekezetbe járni. És még annyi mindent sorolhatnánk, hogy mi az akadálya annak, hogy mi nem vagyunk olyanok, mint ők. Ne gondoljuk ezt. Jakab azt mondja, hogy Illés ugyanolyan ember volt, mint mi. Imádkozott, és nem volt eső fél évig. Aztán megint imádkozott, és lett eső. De ezt emeli ki, ugyanolyan ember volt, mint mi. A hithős listában, ebben a felsorolásban azt lehet meglátni, hogy itt törékeny emberek, akik megnyitották magukat az Isten előtt. Akik beengedték az életükbe Isten. Nem ők a nagyok, hanem rajtuk keresztül meglátszódik, hogy Isten mit képes kihozni egy törékeny emberi életből, a tiédből. Amely annyi mindentől cibálva lett már. Már mint az életünk. Annyi mindentől megfáradt, vagy megfáradásra képes. Föladnánk, vagy inkább magabízók lennénk, sok minden kísértés feszül az emberben, annyira megtépázott tud lenni egy emberi sors. És igen, egy ilyen emberi sors be tud töltekezni az Isten erejével, és ez az emberi sors választ tud kapni, és ki tud teljesedni azáltal, hogy
a hitét Istenbe veti. Mihelyt ez megtörténik, az Isten nyer teret. És mihelyt az Isten nyer teret az életemben, már nem arról van szó, hogy te gyenge vagy, vagy nem vagy gyenge. Innentől kezdve sokat rangú kérdés, hogy mennyi erőd van. Mert az Isten hatalmas, és ha ő teret nyer, akkor ő fog cselekedni. Testvérek, a hit hősök cselekedetei, nem az ő cselekedeteik, hanem az Isten megnyilvánulása. Mindegyik. Őket azért tudjuk csodálni, hogy ennek teret engedtek. De testvér, nem indulsz hátrébről, mint ők. Ugyanazok az esélyek vannak felkínálva mindannyiunk számára. És hangsúlyozom, a hit nem egy teljesítmény. Nem egy olyan szféra, ahová föl kell magad verekedned, hogy elérd azt, amit Mózes, Ábrahám, Illés. Hanem ahhoz inkább engedned kell, átengedni magadat az Úrnak. Tehát a Biblia nagyon hangsúlyozza, hogy ezek az emberek, Mózes szülei, Mózes maga, utána Józsué, vagy őket megelőzően Ábrahám, Izsák, Jákob, stb., ők mind ugyanolyan emberek voltak, mint mi. Életünkből csak úgy jöhet ki nagy dolog. Csak úgy valósulhat meg az Isten akarata, hogyha az Istennek adunk teret az életben. A másik kérdésünk, hogy miben kell hinnem. A hit tehát valaminek az elengedése, illetve hát átengedés, térnyitás az Isten előtt. Miben kell hinnem? Hogyan fogalmazzuk ezt meg, mi a mi hitvallásunk, miben higgyek? Az biztos, hogy a hit az nem egyfajta fanatizmus. Az nem azt jelenti, hogy önmagamnak mondogatok valamit, hogy aztán egy idő után el is higgyem. Az nem azt jelenti, a hit az nem egyfajta önhittség, az nem egyfajta önbizalom vagy magabiztosság, az nem keménység és nem bátorság. A hit az nem azt jelenti, hogy fejjel megyek a falnak. És a hit az nem csupán egy érzés. És aki hisz, az nem csupán szép elvekben hisz, hanem a hit azt jelenti, hogy ismerem az Istent, és biztos vagyok benne, hogy amit kijelentett önmagáról az igaz, és annyira biztos vagyok benne, hogy erre rá is állok. Egy példa nyomán próbálom ezt magyarázni. Nagyon jól ismerem a feleségemet, 8 éve vagyunk házasok. És vannak olyan dolgok, amik akárki állítaná nekem, nem hinném el neki, hogy megcsinálta. Például, ha valaki azt mondaná, hogy ő lopott a kasszából, azt mondanám, hogy ezt nem eteted meg velem. Én ismerem őt, tudom, hogy ő ilyet nem csinál. Ez a hit, az Istenben való hit. Isten direkt kitárulkozott előttünk, az igéjében kijelenti önmagát. Ezért mondtam, nem érzésekben, nem akármiben kell hinnünk, hanem az Isten kinyilatkoztatja önmagát. És ahogy megismerjük őt, akkor a hit már nem is egyfajta hiszékenység, hanem biztos tudata annak, hogy mi az, amit az Isten megtesz, és mi az, amit biztos, hogy ő nem tesz. Biztos, hogy az Isten nem akar neked rosszat. És én ebben hiszek. És azt nekem se ember, se a sátán nem tudja elhitetni, hogy az Isten nekem rosszat akar. Ebben a hitben meg lehet erősödni. A hit tehát biztonság az Isten önkijelentésében. Talán néhány szóban össze is lehet foglalni azt, hogy miben hiszünk. Abban, hogy az Isten jó. Hogy ez a jó Isten mindenható. És abban, hogy az övé vagyok. Tehát Isten felajánlja mindenkinek ezt a lehetőséget, hogy én a tiétek akarok lenni. Ti az én népem,
én pedig a ti istenetek. És amennyiben ez megvalósul, mi a mindenható és jóságos istené leszünk. És ami ebből következik, azt taglalja a Biblia. Például a legjobb, legnyilvánvalóbb és legbátorítóbb igaz számomra, akármilyen helyzetben is vagyok, erre gondolva Róma 8:28, akik Istent szeretik, azoknak minden javukat munkálja. Ez lefedi az egész életünket. A hit tehát biztos tudata annak, hogy Isten hogyan viszonyul hozzánk. Testvérek, a hitet össze lehet keverni azzal, hogy az ember egyes dolgok megtörténtében hisz. És hozzá köti magát ahhoz, hogy itt már pedig csodának kell történnie. Mi nem csodákban hiszünk, nem rendkívüli eseményekben hiszünk, hanem Istenben hiszünk. És ez miért fontos? Mondok erre példát. Van egy illető, aki nagyon komoly lelki munkát végzett, vezetője volt ifjúsági csoportnak, és úgy élen járt. És róla mindenki tudta, hogy nagyon komolyan hisz. Egyszer egy kiemelt, kritikus pozícióban nagyon kért az Istentől egy csodát. És az Isten nem adta meg a csodát. És ez a sok éve már lelki vezető fiatalember elhagyta az Istent. Ingatag talajon áll a hit, amikor csodákban, érzésekben, megnyilvánulásokba veti az ember a hitét, amikor gyülekezetbe veti az ember a hitét, könnyű csalódni akkor. Amikor emberekbe vetjük a hitünket, amikor hagyományba, családi tradícióba vagy gyülekezeti hagyományba vetjük a hitünket, akkor nagyon könnyen csalódik az ember, de nekünk nem ezekbe kell vetni a hitünket, hanem mi az Istenben hiszünk. És az előbbi példával szembeállítom azokat a bibliai hősöket, akik azt mondták, hogy a mi Istenünknek van hatalma bennünket megszabadítani, ó király, a te tüzes kemencéttől. És hogy folytatták? De ha nem tenné is minket, az nem érdekel. Mert mi az Istenben hiszünk, és nem az ő csodájában. Mi annyira szeretjük az Istent, és ragaszkodunk ő hozzá, kötődünk hozzá, hiszen ő mentett meg bennünket, az övéi vagyunk. Ő jelent választ az életünkre, hogy nem függ a mi hitünk, bizonytalanságunk, illetve biztosságunk attól, hogy ő most az érdekünkbe tesz-e valamit, könnyít-e a sorsunkon, vagy nem, mert mi az Istenben hiszünk. A következő kérdés, mekkora hit kell ahhoz, hogy az Isten elfogadjon bennünket? Egyszer egy konferencián voltam, vagy ez inkább ilyen szeminárium beszélgetés volt, körbeültünk, és ilyen kérdésekkel bombázott bennünket az előadó, nekem nagyon tetszett, ez az egy maradt meg, nagyon elgondolkodtatott. Azt mondta, hogy vegyetek elő egy papírlapot, egy tollat, és írjátok föl rá azt, hogy szerintetek, milyennek kellene lennetek ahhoz, hogy Isten jobban szeressen titeket? Ezt most tőletek is megkérdezem, testvérek. Szerinted miben kellene változnod, hogy jobban szeressen az Isten? Szerinted mit kellene elérned ahhoz, hogy az Istennek fontosabb legyél? És akkor születtek válaszok. Többet kéne a Bibliát olvasnom. Vagy buzgóbbnak kellene lennem. Vagy ó, bár nagyobb hitem volna. Ugye megfogalmazta mindenki, amit gondolt, és akkor az előadó azt mondta, hogy most akkor szépen gyűrjétek össze a papírokat, és vessétek a hátatok mögé. Mert abban biztosaknak kell lennetek, hogy az Isten szeret benneteket úgy, ahogy vagytok, hiszen odaadta, értetek, az ő fiát. Sőt, ő alkotott benneteket, minden porcikátokat ismeri. Az Isten az, hogy jobban szeressen benneteket, azt így nem tudjátok kiérdemelni. És még egyszer mondom, amit a bevezetésben mondtam, a hit az nem elvárás Isten részéről, hanem általa felkínált lehetőség, hogy rajtatok segítsen. Mi gyakran úgy állítjuk be a hitet, hogy az Isten a hitet várja tőled.
Az Isten azt várja, hogy elfogadd a hit lehetőségét, hogy megmentsen téged. Ő kínálja számodra a hitet. Nehéz ezt kifejteni, mert amikor a hitről beszélek, akkor mindig azt mondom, hogy higgyél jobban, vagy szánd oda magadat, vagy az előbb is arról beszéltünk, hogy az Isten önkijelentésében való biztos tudat, de most mégis arról kell beszélnem, testvérek, és ez a kettő nem zárja ki egymást. Az Isten kínálja számodra a hitet, csak nyisd meg magad előtte. Annak elfogadása, hogy igen, erre van szükséged, mert életed kusza és megoldatlan, és gyenge vagy hozzá. Az Isten pedig fölkínálja neked, és lásd, azért vannak felsorolva ezek a hithősök, hogy gyenge emberek által óriási dolgok mentek végbe. És megint a legjobb példa Dávid és Góliát esete. Hányszor állunk Góliátokkal szemben? És hányszor állott melletted az Isten, hogy gyermekem, itt vagyok melletted, hogy le tud győzni Góliátot. De mi inkább futunk, menekülünk, vagy nekiszaladunk Góliátnak Isten nélkül. Isten nem elvárja tőled a hitet, nem teljesítmény alapján kéri ezt tőled, hogy juss már el valahova, hogy foglalkozzak veled, bezzeg, ha nagyobb hited lenne, akkor ez történne, nem? Az Isten lehetőségként kínálja fel neked, hogy higgy bennem, gyermekem. Mert ha hiszel, óriási mezők nyílnak ki előtted. Tehát, mekkora hit kell? A tanítványok is feltették ezt a kérdést az Úr Jézusnak, illetve ők nem így. Hanem ők rögtön azt kérték az Úr Jézustól, hogy növeld a mi hitünket. Gondolom, volt egy-két tapasztalata a tanítványoknak már az Úr Jézus mellett, különleges események történtek, különleges kapcsolata volt az Atyával az Úr Jézusnak, hát mindegyik tanítvány, tőzsgyökeres zsidó ember lévén, ők megkapták a vallásos neveltetést, és biztos volt, amelyik ezt gyerekkora óta is komolyabban vette, mint az átlag. Gondolok itt például Jánosra. De azt mondják, hogy ez példátlan, amit itt látunk. Akkor Úr Jézus, növeld a mi hitünket, és az Úr Jézus megtagadja tőlük ezt. Mert azt mondja, hogy nem jó nyomon jártok. Itt nem a hit méretéről van szó, hanem a meglétéről. Van vagy nincs? Bizonyos helyzetben megvan-e a ráhagyatkozásod Istenre, vagy nincs? A hit győzelme és terjedése az életünkben gyakorlatilag egyik élethelyzetről a másikra való átterjedésében érhető tetten. És mielőtt ezt tovább magyaráznám, hogy hozzak néhány bibliai példát. Úgy gondolom, az az igazi és legmagasabb szintű hit, ha már így osztályozni lehet hit és hit között, amikor megtér az ember. Nem idő múlásával jut el oda az ember a nagy hitre. Éppen ezért is mondta az Úr Jézus, és nem fogom a hiteteket növelni. Mert ha csak egy mustármagnyi is lenne, akkor hegyeket mozdítanátok vele. Nem a méret számít, hanem hogy megvan-e. És amikor hitre jut az ember, én úgy gondolom, hogy amikor megtér az ember, akkor a hite csúcsán van. Utána viszont elkezdődik egy életpálya, a hitben töltött életpálya. És az a kérdés, hogy ami ott hitre ott eljutottál, mert elhiszed, hogy Isten megbocsátotta a bűneidet, megváltott téged, üdvösséget ad. Vajon amikor pénzügyi krízisbe jutsz, ezt a hitedet hogyan tudod átváltani? Az életed más területén megjelenik-e ugyanaz a bizalom, ami mondjuk megtéréskor volt? Tehát, ahogy jönnek egymás után életed eseményei, különböző krízisek, nehézségek, ugyanazt a hitedet, ami a megtéréskor volt benned, mert Isten adta, akkor ott kell alkalmazni. Mikor megtértél, elhitted, hogy megváltott és üdvösséget ad. Amikor betegségbe jutsz, akkor elhiheted,
hogy minden javadat szolgálja, és ő hatalmas arra, hogy meggyógyítson, vagy tegyen belátása szerint. És millió egy élethelyzet van. Most visszatérek arra az ígére, amit felolvastunk. Hit által, hit által, hit által. Mik történtek hit által? Az egyik ember hit által rejtegetett. Mennyiféle élethelyzet. Neki a hite miatt rejtegetnie kellett valakit. Őt erre késztette a hite. Ezt nem lehet receptre írni, neked nem biztos, hogy rejtegetni kell bárkit is. Neked mást kell tenni. De Mózes szüleinek rejtegetniük kellett valakit, a kisgyermeket. Mert ők a hitüket így alkalmazták. Mózesnek már a hite miatt egy döntést kellett meghoznia, hogy ő elhagyja a fáraó udvarát, illetve hát nem él azokkal a lehetőségekkel, amiket a fáraó udvarában felkínáltak a számára, hanem ő inkább együtt megy a néppel, és elvállalja azt. Tudjuk, hogy hogyan vállalta el, tehát ismerjük a történetet, nem volt olyan egyszerű eset az Isten számára, ugye milyen gyengék vagyunk? De végül is elvállalta, hite teret kapott, az Isten teret kapott Mózes által, Mózesben. Tehát valaki rejteget valakit a hite miatt, valaki lemond valamiről a hite miatt, és kétszer is előfordult a felolvasott szakaszunkban, hogy és nem féltek. Sem Mózes szülei nem féltek, mert hittek, sem Mózes nem félt, mert hitt. Földi életünket, ahogy töltjük, a kezdeti hitünket kell alkalmazni léptennyomon. Ezt kéri az Isten. Mikor a legnagyobb a hitünk? Mikor jutunk el a nagy hitre? Már eljutottál, amikor hitre jutottál. Amikor megkaptad Istentől ezt az ajándékot. Vagy pedig, ha még nincs a szívedben ez a hit, akkor menj oda Isten elé, és ne te akarj adni neki, vagy tenni valamit érte, hanem mondd meg, hogy Istenem, itt van az összetört életem, és bocsásd meg bűneimet. És ébreszt fel bennem a hitet. És akkor fogsz eljutni a hit maximumára. Arra mustármagnyi hitre, ami bőségesen elég. Még bizonyíték erre a Szentírásból. Egyszer az Úr Jézus utcán tanít, jön hozzá egy követség egy római századostól, akik azt mondták neki, hogy a századosnak a szolgája nagyon beteg. Gyere és gyógyítsd meg őt. Jézus elindul, egyszer csak jön egy másik küldöttség, és ők azt mondják, hogy ne is gyere, csak egy szót szólj, és meggyógyul az én szolgám. Jézus pedig szinte ledöbben, és azt mondja, hogy egész Izraelben nem találtam ekkora hitet. Ez a pogány százados, de hogy pogány, hívő. Ez a százados. A hite csúcsán volt. Nem tudjuk az előzményeit, de látod, hogy a hit magaslataira nem létrán kell fölmászni, hanem egyszerűen teret kell engedni az Istennek. Más hosszú teológiai iskolák alatt, mint mondjuk azok a farizeusok, vagy írástudók, vagy zsinagógai vezetők, nem voltak képesek ennyi teret adni Istennek. Ez a százados megtette. A hit kiinduló pontján, az új élet kiinduló pontján ott van már a hit maximuma. Nem mindig mást és újabbat kell keresni. Nem érzést kell keresni, hanem egyszerűen teret adni az Istennek. Újra és újra. Reggel, amikor elindulsz, ezt meg lehet tenni. Hitet vetni az Istenben. És ezzel teret adni neki. Továbbra is fennáll a kérdés, mekkora hit kell az Istennek? Itt a pogány századossal kapcsolatban fölmerült az, hogy Jézus azt mondja, hogy ekkora hitet nem találtam, mintha mégiscsak a méret számítana. De nézzünk meg egy másik történetet. Mennyire független, és mennyire nem akar Isten arra itt a méretre nézni. Ő nagyon értékeli, hiszen nagyon szeret bennünket, ha egyszerűen az ember odafordul hozzá, akármilyen labilisan, akármilyen erőtelenül. A megdicsőülés hegyéről jön le az Úr Jézus, és ott van a hegy lábánál egy tajtékzó, megszállott fiatal ember, és az édesapja, aki könyörög azért, hogy hát ha lehet valamit tenned, akkor gyógyítsd meg a fiamat. Jézus így válaszol neki, hogy hát hogy? Ha lehet valamit tennem? Hát minden lehetséges annak, aki hisz.
És az apa szinte kétségbe esetten kiállt fel, és nekem rendkívül fontos ez az ige, azt mondja, hogy hiszek, légy segítségül az én hitetlenségemen. Csodálatos módon kifejezi, hogy milyenek vagyunk mi emberek. Olyan bátortalankodva, botorkálva megyünk oda az Istenhez, de megyünk, mert oda visz a szükség. Mert látjuk, hogy nincs más megoldás rajta kívül. És vajon Isten, az őt megtestesítő Jézus Krisztus elutasítja ezt a fajta botorkáló, bátortalankodó, gyenge hitet? Félrelöki, hogy na majd akkor gyere vissza, ha lesz akkor a hited, mint a kapernaumi századosnak. Nem ezt mondja, hanem meggyógyítja a beteget. Nem a hited nagyságát nézi, hanem azt, hogy egyáltalán adsz-e teret az Istennek. És a Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 6. vers. Ezt is egy kicsit máshogy szoktok értelmezni. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Isten keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Ezt megint olyan elvárásszerűen szoktuk fölhozni. Hit nélkül senki nem lett kedves. Juss hitre, akkor leszel kedves. Én ebben az igeversben inkább azt látom, hogy mert aki az Isten keresi, annak hinnie kell. Nem lehet úgy keresni az Istent, hogy ott ne lehetne a háttérben valamiféle hit. És az Istennek elég munkája elkezdéséhez az, hogy úgymond valamiféle hit legyen bennünk. Mert akik az Istent keresik, akik hozzáfordulnak, akár úgy is, hogy nem tudnak még imádkozni, csak néhány, egy-két mondatot elmondanak, vagy felsóhajtanak, de tiszta szívből, életük megoldásáért, hogy Isten, ha vagy, segíts. Ezekre a imákra szokott válaszolni az Isten. Mert ő neki nem a méret számít, hanem ezek a botorkáló, bátortalankodó, hiszek, légy segítségül az én hitetlenségemen típusú kérések már beindítják a menny erőit. Mert ő rajtunk segíteni akar, és az Isten nem elvár, hanem segíteni akar. És a hitet, a hitre jutást, mint lehetőséget kínálja fel számodra. És hogy mennyire a hitre jutás pillanata már a teljesség, ezt abból is láthatjuk, az Apostolok Cselekedetei 16. fejezetében ott olvashatjuk a filippi börtönőrnek a megtérését. Ez az ember éppen egy-két órája jutott hitre, az előzményeket el lehet olvasni ott a 16. fejezetben, és egyszer csak van egy olyan mondat az írásban, és örvendezett egész háza népével együtt, hogy hisz az Istenben. Teljes örömöt adott már neki az a néhány perces, néhány órás hit. Ez az ember betöltekezett a mennyországgal. Ezt az embert az Isten betöltötte. És nem egy hosszú tanulási folyamat végeredménye, nem emberi erőlködések végeredménye az, hogy az ember úgymond nagy hitre eljut. Ami aztán az Isten előtt is számottevő, amin még az angyalok is csodálkoznak. Nem. Hanem a hit, az teret kapott ennek az embernek a szívében, és örült háza népével együtt. Ezért utal vissza a Jelenések könyve, amikor azt mondja, hogy térj meg tehát, mert elhagytad az első szeretet, a legelsőt. Emlékezz csak vissza, hogy volt ez még jobb is. Azóta csak romlottál. Volt ez teljesebb is. Kedves testvérek, tehát nem eljutni kell, hanem megtartani. Következetesnek lenni mindabban, amit az élet felkínál, különféle helyzetekben. Nem eljutni kell, hanem megnyitni magunkat. Egy igehirdető így fogalmazott, hogy az Istennek, ami üres tenyerünkre, kinyújtott tenyerünkre van szüksége. Hogy belekapaszkodjunk,
illetve hogy ő abban adhasson. Nem nehéz az Istennek megfelelni. Nem nehéz hozzá közel jutni, mert ő vár arra, hogy a közelében legyünk. Nyissuk ki tehát előtte szívünket, nyissuk ki tenyerünket, és engedjük be a hit ajándékát, hogy ezáltal Isten maga cselekedhessen az életünkben. Amen.